Padáczi Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere számolt be az eseményről, valamint köszönetet nyilvánított a Parrak családnak, az Ivanics központ, illetve a Retro garázs megépítéséért. Kaposszegcső kulturális életébe, rendezvényeibe, további életébe ez egy szintén meghatározó szerep lesz, ez a Retro garázs. Pont azért, mert mi 2020-ban elindítottunk egy olyan Cycle Kart kezdeményezést, futamot falunap keretében, egy olyan rendezvény, ahol retro kis autók, 20-as, 30-as, 40-es évekbeli autók kis másai futamoznak, versenyeznek, találkoznak itt Kaposszegcsőn. Bújtor Balázs hangversenymester és hegedűművész osztotta meg személyes élményeit édesapjáról, Bújtor Istvánról, valamint mesél gyermekkoráról is egy pódiumbeszélgetés során. Édesapámról a sarok az nagyon megható, és lesz még egy szobor is, úgyhogy és jó zenék, és fantasztikus, amit most gyorsan le is kevertek. De nagyon örülök, hogy létrejött. És óriási köszönet Parrak Gyulának és családjának, hogy ezt bevállalta, hogy csinál egy ilyet. És hát látszik, hogy azért körülbelül 100-an itt voltak, hogy milyen népszerű még mindig ez a dolog. Somogyvári János, a Somogy Klasszik Oldtimer Egyesület elnöke is díszvendéggé kapott meghívást az eseményre. Ez egy akkora lépés a veteránjárműves társadalom szempontjából, főleg a régióban, ahol hasonló kezdeményezést se tudunk említeni. Ráadásul ez egy retro gyűjteménnyel, egy Bújtor István emlékhelyel kiegészítve. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármester is megtartotta ünnepi beszédét. Én nagyon remélem, hogy ez a ma megnyitott retro garázs nagyon sok látogatót vonz, és nagyon sok fiatal megnézni ezeket az eszközöket. Ugye itt volt egy évszám, hogy 80 előtt, aki született. Én azt gondolom, hogy igen, 80 előtt, aki született, az itt feltöltődik. Nyilván az érzelmek előkerülnek, de azt gondolom, hogy ez a fiatalabb generációnak is egy tartalmas időtöltés lehet, és remélem, hogy nagyon sokan ide fognak jönni. Az állófogadás után levetítették a Pogány Madonna című filmet, ami után a résztvevők gazdag élményekkel térhettek haza.